Sanyi továbbra is úgy tűnik nagyon stabil teljesítményt tudsz nyújtani, K1 200 méteren, ugye megnyerted az előfutamot és egyből a döntőbe kerültél. Annak ellenére, hogy az edződ szerint meg is billentél egy picit. Így hogy sikerült nyerni? Hát végig billegtem az egészet. Nincsen felevezősáv, illetve esetleg egy ilyen bójasor sincsen, ami mondjuk fogná egy picit a hullámot. Tényleg az egész billenés volt, egy egész 200 méteren nagy billenés volt, hogyha mondjuk standarden jönne oldalról a hullám, az nem zavarna, de így, hogy jön egy-kettő, azért ez így meg viccelt. Minden esetre nagyon-nagyon hajtottam, hogy megnyerjem ezt az előfutamot, hiszen egyből döntőzni szerettem volna, hogy holnap csak a négyesre kelljen fókuszálni. Hál' Istennek jó volt, ki tudtam hajtani magam, illetve nagyon fekszik nekem ez a kemény víz, úgyhogy jó érzésekkel szálltam ki. Minek köszönheted ezt az elképesztő magabiztosságot, ami tényleg most a 201-eseidre ennyire jellemző az idén? Talán ismételni tudom önmagam, mint amit a válogatón is elmondtam, hogy idén nem kellett készülnünk 400 méter egyesre és 500 méter párosra. Így volt lehető, hogy ugye ezek a versenyszámok azért kellettek volna, hogy bekerüljünk a négyesbe. Én nagyon örülök annak, hogy idén tudtam 200-ra is készülni, és ennek itt az eredménye. Tényleg nem tudok mit mondani, örülök, hogy egyesbe versenyzek, hiszen hogyha valamit rontok, csak én vagyok a felelős. Nyilván nem csak a 201-esre, hanem az 504-esre is készültél, vagy készültetek az elmúlt hetekben, hónapokban. Az mégsem megy még olyan jól. Hol lehet még esetleg javítani holnapi nap folyamán? Hol kell javulni? Kicsit csalódottan szálltam ki a 4-esből, hiszen otthon is mentünk ebbe a felállásba, és otthon extra jól ment. Szóval hál' Istennek tudjuk, hogy mind csúszott el, és remélem ezt ki tudjuk majd javítani, de ennél sokkal több van a 4-esben, és remélem, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mégis mi van ebben az egységben.